Köszönjük neked, Uram, hogy újra ez a kiváltságban van részünk, hogy ott vagyunk, ahol te vagy. Te meg itt vagy, ahol mi vagyunk. És ezáltal Csodálatos a te jelenlétedben lennél. Olyan kevés a szó, hogy kifejezze azt, ami téged most megilletne. Köszönjük, hogy megváltottál, megbocsájtottál. Mindedig megtartottál. Köszönöm a testvéreimet, akik úgy döntöttek, hogy szombat délelőtt a te orcádat keressük. Jó dolog, Uram. És az oltárossal együtt mondjuk, uram, hogy jobb egy nap a te házadnak a küszöbén, mint ezer máshol. Nincs az a rivéra, nincs az a tengerpart, nincs az a Sziklahegy, ami csodálatosabb lenne, mint a te jelenléted. Köszönjük, uram! Csodálatos vagy. És ezért nagyon hálásak vagy neked. Köszönöm azokat, akik ma eljöttek. Uram, itt vannak betegek, vannak szükségben levők, annak szomorúak, talán kilátástalanok. De előtt behozzuk, Uram, és kérünk, hogy szólj hozzá. Külön imádkozok most azokért, akik internet előtt fognak nézni bennünket. Vannak betegek, nagyon nehéz helyzetben. Egy szót küldj, Uram, és meggyógyul a te szolgált. Hál' is talpra! Szoríts vissza a betegségnek az elejét, mert a te beszédetben élet van és szellem van. Köszönjük neked, Uram! Dicsérünk téged az Úr Jézus nevében. Ámen! Ámen! Nagyon-nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket! Nagy, nagy tapcsot adjunk Jézus Krisztusnak, and ma ő vajsz hogy vegyen minden dicsőséget. Jó dolog az urat dícsérni. És kérlek, kereszt van, a szomszédot köben, akinek el tudnád mondani, hogy nagyon hálás vagy, hogy itt van. Jó látni téged, jó, hogy eljöttél, úgy döntöttél, hogy eljössz. Az úr jutalmazzon meg téged töltse a te szükségedet. Jó reggel keresni az Urat. Először is elnézést kérek azok, akik interneten követtek bennünket, hogy valami okból nem tudtok eljönni, mert dolgoztok. Köszönjük a megértéseteket. Tudom, hogy ez az időpont több embernek nem felel meg, de a meleg miatt, amint érzitek, azért mégiscsak Hát csodálatos levegőnk van, szinte olyan, mint a klímánk volna. Úgyhogy öm, nagy áldozatot hoznak némek, hogy el tudjanak jönni, meg vannak, akik nem is tudnak eljönni. Az úr áldja meg őket is, és pótolja be nekik. De megígérjük, hogy az Isten is megsegít, jön az ősz, és fogunk délőtt is, és délután is tartani alkalmakat. Pótoljuk be! van bennem egy, 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 hónapon át, vagy egy hosszabb időn át, délőtt és egyfajta összevetelt tartunk, de azt nem fogjuk közvetíteni, és délután pedig közvetítjük. Egy érdekes e, és nagyon jó hír is egy önmagában, szeretnék, van, megkért engem a Nagy Jézus, a Szentgyő, hogy egy hídgyülekelete pásztora, hogy hirtessem ki, hogy Augusztus 15-én itt nem messze tőlünk lesz egy táborok, és akinek az az időpont felel, meg, meghívja szeretettel a fiatalokat. Augusztus 15-től, ha ez valakinek megfelel, és, és szeretne elmenni, fog, szeret, sok szeretettel várják. A libáni táborok viszont azt tudjátok, hogy jövő héten kezdődnek, szombaton vasárnap kezdődik, és vasárnap fejeződik, és szombaton fejeződik be, vagy hogy lesz? Vasárnap, vasárnap, most hosszabb lesz egy nappal, igen, vasárnap fejeződik be, de lesz itt is alkalom, tehát aki el fog jönni, nem fogja megbánni, mert az úr eljön. És ez a lényeg. Az, hogy mostan két szék üres melletted, ez így van, nyár van, többen elmentek szabadságra, nem bűn elmenni szabadságra, szeretném, hogy tudjad, hanem egy kíváncsák, hogyha valaki el tud menni, jól tette, áldja meg az úr. Köszönjük azokat is, akik a tengerparton követtek bennünket, és szabadságon vagytok, vagy a hegyekben. Bevallom őszintén volt úgy, hogy én is a tengerparton sétáltam, és hallgattam az Isten tiszteletet. Nagy öröm, mert még betöltött a Szent Élek is. Úgyhogy őket is köszönjük szeretettel. Aki esetleg nem tudná, az első tábor az egy családi tábor lesz. A tervünk az, hogy át fogjuk venni a Bibliában a, házasok, a házasság lesz a fő témája, és megnézzük a bibliai házasságokat, mit, melyik működött, miért működött, melyik nem működött, miért nem működött. És bízom abban, hogy az Isten segítségével mi is sok sokkal jobb emberként fogunk van onnan eljönni. Azután vasárnap kezdődik az IFI tábor, tudomásom szerint a helyek beteltek, de tudjátok, hogy még mindig lehet intézkedni, nálunk megy ez még mindig, mi a Balkánnak ezen az oldalán még így működünk. A nem lemaradtál, nem marad le. Úgy hiszem, hogy aki egyszer volt libánban, és megérintette őt az Isten, azt tudja, hogy miről beszélek, onnan nem szabad lemaradni. Ma pedig, ja, még van két könyv, egy érdekes könyvet hoztak ide, nekem nem olvastam, csak most beleolvastam, de nem is láttam eddig ezt a könyvet, Isten akarat a nyomába. Olvastad? Csak hogy adod nekem, hogy én olvassam. De a címe viszont nagyon érdekes. Ahogy beleolvastam, annyit láttam, hogy az a nagy kérdés, hogy nehéz helyzetekben hogyan visszajöjjön az ember. Mit kell tenni nehéz, nehéz körülmények között, rossz körülmények között? Hogyan lehet onnan Isten akaratába ki, eh, 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 keveredni? És ne kiszorulni Nincsen kaszkánk? Hogy? Nincs fordító? Van fordító. Fent, fent fordítanak. Valami tévedés van, fent fordítanak, nézzétek meg, hogy mi a probléma. Egy kis technikai probléma van, mert román fordítás valami akadozik, de közben a stúdióban szorgalmatosan fordít az illető, lehet nem hallgatja senki, de legalább fordít, az is valami, úgyhogy köszöntünk sok szeretettel Tímé a hűségedért, úgyhogy tapsoljuk meg, mert az egyik legnehezebb dolog, zinkombra fordítani, mert érzétek el, hogy én nem állok meg, hogy ő pihenj, hogy, hogy vegyen levegőt. De elvárjuk, hogy minden mondjon el, ha nem, akkor megkritizálják, hogy milyen fordítás volt. Úgyhogy nem könnyű sorsa van, de mindjárt megoldják a technikai gondokat. Úgyhogy addig is egy érdekes, nagyon érdekes témával foglalkozik. Azért eh, tartom eh, érdemesnek elolvasni, mert tényleg nehéz kérdés, nehéz esetekben mit csinál az ember. De van egy örök Vidám könyv, írunk, jó elosztén, tör ki. Ezt úgy gondolom, hogy nekünk nagyon nagy üzenet, még van miből kitörni? Van miből kitörni? És elmondom, ki lehet törni? Mondjad a szomszédonak, te is ki tudsz törni, ne hagyd fel. Egy percig ne töröld bele a kudarcba, egy másodpercig sem. Most pedig nyissuk ki a Bibliánkat, kérlek, nyissuk ki együtt, a 1 Mózes 19-hez, Mózes első könyve, 19. rész, az első tíz verset fogjuk olvasni. Mózes 11, Mózes 12, 9, első verstől. Mikor a két angyal estére sodomába jutott, Lót sodoma kapujában ül, és amint meglátta őket lót, fel kell eléjük, és arccal a földre is mondta. Ime én, uraim, kérlek, térjetek be a ti szolgátok házához, és hájatok ott, és mossátok meg lábaitokat. Reggel korán felkelhettek, és indulhatok utatokra. Azik pedig, azok pedig, mondanak, nem, hanem az utcán hálunk meg. De nagyon úszol őket, és betérének hozzám és bemennének az ő házában. Ő pedig szerze nekik vendégséget, pogácsát és őt evének. Lefekvésük előtt a város férfi és sodoma férfi körülvették a házat, ifja öregem, mind az egész község egytől egyig, és szólíták lótot mondván. Szólíták lótot mondván. Hol vannak a férfiak, akik te hozzár jöttek az éjjel? Hoz ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket. És ki minden lót ő hozzájuk az ajtó elejébe, és bezárja maga után az ajtót és mondom, kérlek, atyám fiai, ne cselekedjetek gonoszságot. Én még van -e én nékem két leányom, aki még nem ismertek férfiat, kihozom azokat ti hozzátok, és cselekedjetek velük, ami nektek tetszik, csak hogy ezekkel az emberekkel ne csináljatok semmit, mi vagy az én hajlékom árnyéká alá jöttek. Azok pedig mondanak, eredjen innen, ismét mondanak, ez egy magom nálunk a jövővény, ő szabja a törvényt. Hogy gonoszabbul cselekszünk veled, hogy nem azokkal, és reárohanának a a lótra. Felette igen, és azon valának, hogy betörik az ajtót. De kinyújták azok a férfi a kezeiket, és bevonnák lótot magukhoz a házba, és bezárák az ajtót. Ámen, ámen. Egyelőre eddig az ige. Nagyon-nagyon érdekes történet. Hiszem, és meg vagyok győződve, hogy ez a történet is egy profetikus történet, egy olyan történet, amivel rengeteg mai aktualitás van, és üzenet, hogy adjon az Isten kegyelmet, hogy tudjam elmondani, és tudnám átadni azt, amit ez az ige tartalmaz. Először is tisztázzuk azt, hogy amikor Sodomáról olvasunk a Bibliában, nagyon érdemes odafigyelni, mert a, a Sodomáról írt ígék és a mai kor között mindig van hasonlóság, párhuzam, vagy nagy tanulság. Én nem tudom, ti hogy vagytok, hányan ismertétek fel, hogy kicsit olyan korban élünk, mint Sodomában, megrázó korban élünk, ezért egyáltalán nem mindegy, hogy ebben a korban feltaláljuk magunkat, jól viszonyulunk, helyesen, vagy vesztesként zárjuk ezt a korszakot. És még az is egy pontosítás a Bibliában, hogy éjszaka történt ez a történet. Egy az éjszakai történet. Azt gondolom, hogy spirituális szempontból éjszakában vagyunk, és valamilyen technikai gond van, oké? Okay. És emellett pedig sodomai korszakban élünk. Ez a két fő jellemző rá arra a korszakra, amiben élünk. És Lót ebben a korszakban élt. Ez a történet rámutat az, arra, hogy ebben a hasonlóságban jól is lehet csinálni, de nagyon rosszul is lehet csinálni. Lót ebben a történetben volt, amit nagyon jól csinált, és volt, amit nagyon rosszul csinált. Tanulságunkra vannak megírva. Először is azt tudjuk, hogy Lót beült, sodom a kapujába üldögélt. Ezt írja az íge. És a másik helyen az íge pedig azt mondja, Lót pedig gyötri való az ő igaz lelkét. Tehát, hogyha az ember ma ebben a világban, ami körülvesz, csak szemlélőként üldögélünk, és figyeljük a háborút, a szegénységeket, a bajokat, annak az egyenes következménye, hogy gyötrődés az élet. De nem erre hívott el téged az Úr. Mondjad az, el a szomszédonak, hogy Isten téged nem gyötrődésre hívott el. Egyáltalán nem gyötrődésre. Akkor is, ha sodomában élsz, nem gyötrődés a te osztályrészed. Nem az Isten akarata, hogy gyötrődésbe töltsük a napjainkat. Nem, jó, nem, sok jót hoz ki. Lehet győztesen is. Ipán apostol az ezt a korszakot úgy fogalmazza meg, hogy tud meg, hogy az utolsó időben nehéz idők lesznek. Nehéz idő, és az az igazság, hogy nem könnyű idő. Anyagilag sem, szellemileg sem, van egy terhe, az ember szinte örül, amikor egy könnyebb nap van, de amúgy gyötrő idő. De mielőtt elkeserednénk és teljesen lezárnánk kilátástalanul ezt a korszakot az életünkben, van egy bombasztikus hírem, ami az egész történetet felvilányozza és fordulatot hoz. Tudod mi? Két személy elment sodomába. És ez minden megváltoztat ez a két személy előképe az egyik Jézus Krisztusnak, az igének, mert itt Sodomában nem csak bűn van, nem csak csapás van, nem csak bajok vannak. Sok baj van polgármesterről, igaz? De nem csak baj van, itt vannak az angyalok is. Itt van Jézus Krisztus, itt van a Szent Szellem, itt van az Isten ereje, és amíg itt van Isten népe, hidd el, Isten ereje itt van közöttünk. És ez minden megváltoztat. Csodálatos. Ha az angyalok nem mentek volna a sodomában, vagyis nem találkoztak volna a lóttal, nem lehetett. Volna. Képzeld el, ez a történet másképp történt volna. Ha csak a tűz jött volna, mindennek vége lett volna. És ez a nagy szerencsém a világnak, hogy itt vagy te. Itt van az angyalok, itt van a szent szellem, itt van az igen. Tudod, miért jöttek? Lótért. Érted? Tudod, miért jött már reggel is el a Szent Szellem ide? Hányatokat érintett meg ma reggel a Szent Szellem? Csodálatos. Tudod, miért jött el? Miattad? Mert van valaki, akinek szüksége van. Nem jöttek üresen. Ez a két angyal, két isteni küldött, tudod, mit hoztak? ítéletet sodomának és kegyelmet lódnak. Tudod, miért jött az úr el ma reggelen? Hogy kegyelmet adjon neked, nagyobb kegyelmet. Mondjad a szomszédodnak, ma az úr tudod, miért van itt? Hogy neked kegyelmet adjon, kárészt adjon, esélyt adjon, kegyelem, csodálatos dolog, kegyelmet hozott, Az igazság az, hogy a kegyelem különböző méretekben és különböző szintekben van jelen mindannyiunk életében. Ezért van nagy különbség keresztény és keresztény között. Vannak keresztények, akik bokáig érő kegyelemben járnak. A lábujaik kegyelemben vannak, de a fejük nem. Vannak keresztények, akik úsnak a kegyelemben. Régóta figyeltem ezt a különbséget. Tudd meg, hogy az életed lehet nagyobb kegyelem alatt. Vagy lehetnek olyan területek, ami még nincs kegyelem alatt. Van, akinek a pénztárcája nincs kegyelem alatt. Van, akinek a házassága még nincs kegyelem alatt, hanem törvény alatt van. Valahogy. Szeretnénk többet. De a mi dolgunk az, a mi felelősségünk az, hogy az angyaloktól, mi Isten küldöttétől, a Szent Szellemtől, Jézus Krisztustól át tudjuk venni a kegyelmet, vagy nem? Sodoma minden lakossa kaphatott volna a kegyelmet? Hogy mekkora kegyelem van az életemen, azon én va személyesen vagyok a felelős. Attól, hogy valakinek a áldását Követtem, és lehet, hogy még idegesít is, hogy hogy ágya meg az úr. Meséltem nektek ezelőtt, jó 40 évvel, kicsit több, inkább 40. Imádkoztam autóért. És hogy így imádkozok, egyszer csak cseng a telefon, és mondja egy jó barátom, képzeld el, nyertem egy autót. Ső, mondtam, uram, ez a házszámot valahogy eltévesztettem. Hát én kértem, hogy adtad nekünk. Van, amikor Isten, mielőtt megállsz téged, megáld a környezetedbe valakit, és tesztel. És figyeli, hogy te, hogy viszonyulsz hozzá. Ha azt az igét be tudod tölteni, hogy örüljetek az örülőkkel, nagy esélyed van, hogy te vagy a következő kandidás az áldással. Ha csak az irítségre futja, akkor biztosítottad magad még egy körre biztos, de lehet, hogy többre, ami kikerül. Mert az, az irítség, az benne van az ember lelkébe. Azt mondja, bíben, irítségre törekszik. Ahhoz, hogy ne kedjen valaki, azon meg kell feszítse az ő embert. Az nincs megfeszítve, abban a pillanatban kitör. Hogy létezik? És azt figyeltem meg nektek, drága barátaim már, hogy több mint 40 éve, úgy szolgáljuk az Urat, hogy az irítség az egyik legnagyobb probléma az egyházba is. Vagy. Még olyan is tudok, aki 40 napot azért bőtött, hogy nagyobb kenet legyen rajta, mint rajtam. Bőtött. Lefogyott jól, azt tudom. Hogy lett-e rajta, vagy nem, azt nem tudom. Nem kell belehalljál. Kegyelem, nem érdem, a kegyelem az kegyelem. De végig vannak titkai, hogy hogy jön rám a kegyelem, és hogy lehet növekedni a kegyelembe. Nézzük meg, Honnan lehet látni, hogy valaki a kegyelem nőtt? Nézd meg, mit mond az ige. Hogy, ha, mert a filippi levélben van, most írtam, nem látom az, a jegyzetemen az az igét, de, de, biztos, hogy megvan, tudjátok az igét, mert itt pontosan itt van, megvan, Korintus, eh, 2 Korintus 9. Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátakárassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mondjuk hangosan, mindenben, mindenkor, teljes elégségtek lévén, minden jótétevényre, bőségbe legyetek. Ez jelenti, amikor az ember a kegyelem elborítja. Mindenben, mindenkor teljes elégség. Mondjuk addig, amíg valaki elhiszi itt a termbe. Mindenkor, mindenben teljes elégség. Ez az Istennek az akarata. Nagyon idegesek, amikor a pénzről van szó, nagyon idegesek. Az interneten látom, mondtam egyszer egy olyant, hogy Dácsiád vagy Mercedes, ha emlékeztek, 150 ezeren nézték meg azt a kicsi videót. Annyira, volt, aki leszedett nagyon, annyira nehezen reagálják az emberek. Azt, hogy valaki szegény, az biztos jó keresztény. Gazdag, az gyanos. De nem így van. Ez kegyelem. Kegyelem. Nagy kegyelem van rajta mindenkor, mindenben. Teljes elégség. Képzeld el. A pénztárcád teljesen elég, a bankszámát elég, az egészséged elég, a házasságod elég, hitben, erőben, kenedben elég. Nem, nem, szimpatikus? Engem, engem érdekel. Bevallom őszintén, Lehet, hogy van egy jó híre, nem kell elvegye Isten tőle, hogy nekem adja, tőlem se kell elvegye, neked adja. Mert azt mondja, hogy hatalmas arra, ki? Isten árassza a kegyelmet. És a, ez a történet azért izgalmas, ebben ez a része az egyik legizgalmasabb, hogy Sodomában egyetlen egy ember, úgy hívták, hogy Lót, megértette, elkapta, hogy hogyan lehet a kegyelmet megszerezni. Hogyan lehet a kegyelem az övé? Egy ember tudta csak. És ma is sok ember nem érti, hogy hogy működik a kegyelem, még a gyülekezetben sem. Unam, Ah, meg kérlek, Nézd meg, mit csinált, hogy, 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 működik a kegyelem. Oda ment lót az, az angyalokhoz, és azt mondták, egy, felismerte, hogy ezek a férfiak kegyelem hordozóak. Nem mondta senki, de felismerte. Azt mondta, hogy nem alulhattok ti az utcán, gyertek be az én házamba. A kegyelmet bevitte a házába. Azt mondta, nekem Nekem van szükségem, hogy begyertek a házamba. Ismert fel azokat a személyeket, akin keresztül Isten kegyelme rád jön, és vidd be a házadba a kegyelmet. A kegyelmet nekünk kell behívni a házadba. Nem erővel jöttek be, hogy angyalok figyelj, lót, nincs valami vacsorád, kicsi rátotta nem marad délutánon. Anélsek vagyunk, be, be lóporkrócod nincsen, nem lúdjunk a földön. Nem, ők azt mondták, kimaradnak. Ők csak oda mennek be, ahova hívják. Jézus mondja, hogy én az ajtó előtt vagyok, és zörgetek. Aki megnyitja, bemegyek. Nem Isten a hibás, hogy nagyon sok ember kegyelem nélkül gürcöl, törvénykezik, és kínlódik. Mert az új időben is lehet kici kegyelem, nagyobb kegyelem, de lehet megúszlik való kegyelem. És tudod, hogy, hogy lehet nőni, növelni a kegyelmet? Növeled te a kegyelmet a másik ember iránt. Mert igazából Lót, ő nem tudta, hogy angyalok. Azt mondja, az így először, hogy csak férfiak voltak. Azt itt rendes férfiak. De mit csinált? Kegyelmet gyakorolt feléjük. Azt mondta, ember, nem aluhattok ti kint. Szó se lehet. Az én házam vagy értek be? Ahogy bánunk egymással, úgy nő a kegyelem az életünkben. Ja, megint. Azt mondja a Biblia, hogy bocsáss meg ami mi miképpen mi megbocsátunk. De kicsit szabadon fordítom. Amilyen kegyelmet gyakorolok felé, olyan kegyelmet gyakorol Isten felém. Ja, megint. Tehát azzal, ahogy mi bánunk egymással, úgy önti Isten adjatok is nektek is adaték. Amikor oda a férfi, akinek tartozása volt, nagyon sokat elengedett neki a király. De hozzájött egy kollega, azt mondta, te én is lógok neked egy kis pénzet. négy türelemmel, szó se lehet. Amíg nem bengeted le, addig semmi. És mi történt? Ő nem adott kegyelmet, és tőle ő se kapott tovább kegyelmet. A kegyelem mindig úgy kezdődik, hogy mi adunk kegyelmet. Miért? Mert Isten adta a legnagyobb kegyelmet azáltal, hogy elküldte az ő fiát a földre, El, és lehozta. De, hogy ebből én, hogy ebből te mennyit részesedek, az attól függ, hogy egymással én mi hogy bánom. Én veled, te hogy, és te velem. És különösen, amikor egy testvérnek, barátnak, rokonnak, házastársnak, embertársnak a gyarlóságát vagy a hiányát látod, mert ennek az angyalnak nem volt mit egyenek, nem volt hol aludjanak, nem volt takarójuk. Nem van bonyolult a Csak észre kell venni, hogy mi az, amiben van, akinek szükségbe van. És adj kegyelmet. Hányszor vetted észrevezeted vezeted az autót, imádkozol, Menjél, atyám, törve szállam, hallalúja, szép a nap, áll Afrikát, Amerikát, mindenkit, ámen. És valaki szeretne bejönni jobbról. És lámpázol le, like, parancsoljon. És erre betölt a szentélek. Figyelted? Ha megint az neki, hova, hogy sietsz, úgy öregem? Hát én kell, menjek a gyűlökezetbe. Ezzel a fáradtság a metté volna lükvezve is. Ha kegyelmet gyakorolsz egy embernek, számíthatsz arra, hogy Isten sokkal nagyobb kegyelmet. Úgy, ahogy van. Van egy másik fantasztikus személy a Bibliában, Ráháb. Ő is kegyelmet kapott. Tudod, hogy? Hogy befogadta az kémeket, és, és kegyelmet azt mondta, nem aluhattok az utcán. Gyertek, elrejtelek. Adj kegyelmet, a körülötted levő embereknek, és Isten kegyelme kezd sokasodni. Anyagilag akarsz kegyelem alá kerülni? Anyagilag is kezd el gyakorolni a kegyelmet. Nem? Most vettem egy, hoztam az üd, piacon neked, uborkát kérlek szépen, mennyi volt? Kétleg 95 bani, kérem az ötban itt vissza. Vissza kell adni? Persze. 295 ban az ötban itt visszajár. Csak amikor a kegyelemről van szó, és Isten oszta az angyal, szól neked, mondja az angyal, sugja. A mennyi adatok szerint ez öt banikat is visszakéri, úgyhogy úgy adjad neki is. mondja, opá, dekázzuk. 2,95. Adj nagy vonalú. De vannak keresztények, hogy fösvényembek, hagyj tudószéna. Róluk lehetne írni könyveket. Ha tőle telne, lakatot, jálét tenne a hüttőszekrényére. Tudod mi a baj? Hogy a fösvénység nem fáj. Mert akkor legalább ordítanának, vonítanának, mint a farkasok a gyülibe. Így lehet jönni gyülibe, halleluja, a fösvénység eszi meg, de azért hallelujázik. Hidd el, nagy vonalú legyél, nagy vonalú legyél, nagy vonalú legyél, adjál a szívedből. Jó mondod, nincs sok pénzed, abban amennyit van, ahogy tudsz. Soha nem kér Isten lehetetlent. De miért a mosoly fáj? Mi lenne, ha mindenki mindenkire mosolyogna? Kedvesen beszélni. Nem, nem kerül az pénzbe. Na, mit akarsz? Ja, semmit. Egy alkalommal egy nagyon értékes dolgot akartam vásárolni. Autót, elmondom, autót akartam venni. De hirtelen döntöttem, és nem öltöztem fel, csak sportosan. Rövid, a és egy pólóval mentem nem is egyedül voltam. Bemegyek, az eladó el volt foglalva, nézte a, szám, a, számítógépét, mondtam, jó napot kívánok. Bune Zsiuán. Dolgozott. Egy 10-15 perc múlva mondom a barátomnak, gyere menjünk, mert nincsen ideje. Mikor láttam az ajtóra, utána, akár valami van, egy autót szerettem volna megvenni, de látom, hogy nincs ideje, nem szeretném zavarni, ezért tovább mentem. És ezért hagytam ott őt. Az, hogy te hogyan bánunk egymással, ez világokat nyit, vagy világokat zár be? Kedves vagy az emberekkel? Jézus Krisztusról meg van írva, hogy kedves volt. Mi van? Mit akarsz? Mondtam, egyszer egy gyülekezetbe mentem, nem vásárhelyen, persze. Kapunál megállítottak. Elmondtuk, hogy maros jöttünk. És? Na és? Te, hogyha egy pásztorral így bánnak, gondolom, hogy egy kezdő keresztény, mikor oda jön, az úgy elfut innen, bízom abban, hogy a mi ajtónálaink sokkal vidámabbak és kedvesebben fogadnak. Drága barátaim, adjatok! Nagyon sok mindent, Isten adta a legdrágábbat. Szeretnék kegyelem alá mindenben, mindenkor, teljes elégség. Ugyanis ezt Isten adja. De milyen őt adja, hát megnézi, megnézi hogy ebbe lehet még önteni, vagy, új, vagy nem fér már bele. Ha adsz, akkor átfolyik az áldás rajtad és a kegyelem. És hidd el, hogy az Úrnak még van mit adjon. Úgy tűnik, hogy mikor befogadja az angyalokat, befogadja a kegyelmet, azt várnánk el, hogy hát ha valaki befogadta a kegyelmet, csodálatot. Hányatok fogadtátok be már az úr kegyelmet az életedbe? Csodálat. Nem? De szeretnék valamire felhívni a figyelmetet, hogy ugyanígy egy profitaid kép. Jön Sodoma utánad. Sodoma nem akarja elfogadni. Nagyon ideges lett Sodoma lakói. Mindegyik képzeld el, este van. Ahelyett, hogy aludjanak. Nézném meg a telezúrnál, hogy valamit néznének a tévébe. Ő el kell menjenek. Miért? Mind adja ideges volt, mert bejött a kegyelem lódnak a házába. És azt a szellemiséget nem bírták. Oda kell menni, tönkre kell tenni, vagy kell csinálni. Tudd meg, hogyha befogadod a kegyelmet, számíthatsz arra, hogy Zsodoma ideges lesz rád. Mert a világosság szúrja a sötétséget. A ruszlik nem szeretik a világosságot, se a meggyújtott Meggyújtod, remélem nem tenyésztetek otthon ilyeneket. De futni kezdnek. És te, valóban idegesítjük mi a, a gonosz ember eh, szellemet. A mai sodomán szemébe te egy szálka vagy. Itt akar. Hites, ja, ideges hitek. Egészeteket fel kéne kötni. Te az egészeteket. Ilyen leveleket küldnek néha nekem. Ő úgy gondolják, hogy mi vagyunk a legnagyobb bajuk. És így látták, és sodomaiak is. És nem szeretnélek ijesztegetni, de egy dolgot el szeretnék mondani. Nagyon sokszor a mi bajunk az, hogy naív. Sok a naív keresztény. Ó, oh, a kegyelem, megjárt, az Úr a szívembe rakozik, halleluja. Józanok legyetek, mondja Biblia, és vigyázzatok, mert a ti ellenségetek, az ördög mit csinál? Mint ordító oroszlán széjjel Képzeld el, ne történjen meg soha. Emél sétálni, és a parpa szembe ön egy oroszlán. És sétáltatod mondjuk a mennyasszonyodat. Egyedül vagy, felmászol egy fára, de mit csinálsz, hogy csak van még két purec melletted, még van egy gyönyörű feleséged, nem tudsz elfutni se, mert azért nem élik elfutni. Legalábbis elsőnek Tudod, mit, mi hiányzik nagyon sokszor a keresztényekből? A normális. Hát, most mi van, sodom a barátom, értsd meg, hogy a, úgy, ahogy tönkre akarták tenni lótot, úgy akar téged az ördög tönkre tenni. Ezért mondja az ige, józan legyél, mert körbevette a házadat az ördög, és veszi és ostromolja a házadat. Neked is, nekem is. Hogy jobb legyen, tudja a címedet. Tudtad? Én eldugnám, ha lehetne, de tudja a címedet. És ott próbál békétlenséget bevinni, oda akar betegséget bevinni, oda akar szegénységet bevinni, oda akar bajt bevinni. És nézzétek hogy jön be, hogy próbálkozik Sodoma. Először is szólíták Lótot. Lót! a gyereki, Lót! Lót, Lót szomszéd, a világ mindig megpróbál kicsalni téged a házból. A ház nem más, mint az egyház, ahol biztonságban van. És Lót elköveti a legnagyobb tévedését, hogy kimegy a házból. Itt vagyok, drágáim, még azt is mondja, itt vagyok, atyám fiai. És nézzétek meg, mit mondanak neki, mire akarják rávenni, és téged is, és engem is az ördög ugyanerre akar rávenni. Tudod mit? Hogy add ki a kegyelmet, és neked békét hagyunk. Mondj le a kegyelemről, és békédet hagyunk. De te ne add el a kegyelmet semmiért, soha, senkinek. Ne add el az üdvösségedet. Há, ne legyen harag, kicsi békesség. Sodomával ne akar békét kötni. Maradj. Ézsóról azt mondja a Biblia, hogy senki ne legyen közötted egy parázna és istentelen, mint Ézsó, aki egy tálentsér eladta az első szövetségi jogot. Legrosszabb üzlet a világon felcserélni az Isten népét és a kegyelmet a világ szeretetért soha senkinek ne ad. Örül, hogy megnyerted a kegyelmet. Én nem tudom, ti hogy vagytok. De minden alkalom, amikor a szentének megérint, én úgy vagyok. Hát ez a világ legjobb helye, az Úr jelenléte. És ezért szeretnék téged az ördög kivenni a kegyelmi állapotodból. És lót azt a nagy hibát elkövette. Három nagy hibát tudunk megállapítani. Sokat elkövetett, de csak hármat szeretnék kiemelni ma ki jött az egyházból. A világ téged ki akar csalni az egyházból. Te még mindig oda jársz a reszketőség közé. Még mindig oda jársz. Elhűítették a fejedet. Drága barátom, tudod, hol kaptad meg a kegyelmed? Az Úr jelenlétében. Mert Jézus azt mondja, hogy amikor Jézus, Jézus mondja, hogy, és a János Evangélium első rész, 14. verse mondja, hogy mikor megjelent, Telve volt, teljes volt, kegyelemmel és igazsággal. Ha az Úrhoz ősz, tudod, mit kapsz? Kegyelmet és igazságot. Mondjad a szomszédodnak, tudod, mit kapsz az Úrtól? Kegyelmet és igazságot. Másik szomszédodnak, ha előtted van, ha nincsen mögötted, akkor nyugodtan a vállát ötögezd meg és mondjad, tudod, mit ad az Úr neked? Kegyelmet és igazságot. Kegyelmet és igazságot, kegyelmet és igazságot. Hol kaptuk a kegyelmet? Az Úrtól. És az a már megdöbbentő dolog, hogy kiment Lót, és el is gondolkozott az ajánlaton. A második nagy hibája Lótnak ebben a történetben, de nagyon tanulságos, tehát nem azért mondom, hogy valaki így megbotánkozzon, vagy... De azt mondja, atyám fiai, ne bántsátok, nem megrázó. A világot úgy nevezi a sodomaiakat az atyám fiaival, és később tudja, tudjuk, hogy meg akarták erőszakolni. Ez a Sodoma neked az atyád fia? Kérdezd meg a szomszédot, neked miféle atyád fiai vannak? A paráznák? Majdnem mondtam egy csúfat, de nem mondok most öncsúnyát. A világ Sodoma? Azokat atyád fia, sodoma Jézus pedig azt mondja, hogy nem szégyelte, hogy bennünket a maga atyafélnak nevezni. Néha úgy tűnik, te, te, is idesz, vagy, hát ott, mi, mi, evangéliumi keresztények vagyunk. Ne szégyeld az urat. Ne szégyeld a testvéreidet se. Itt ez a persze. Hát de ő ismer hiteseket. De most ismersz engem. Én normális vagyok. Te az vagy. Na no, akkor már egy normális van közöttünk. Te is eljössz, ketten leszünk. Ne szégyeld a testvéreidet. Ne árold el a testvéreidet. A sérült embernek van egy nagyon-nagyon veszélyes viselkedése. Még egyszer mondom, a megsérült embernek, vagy a megsértődött embernek. Tudod mi? Hogy a, le a legjobb barátait ellenségnek látja, és a legnagyobb ellenségeit barátainak látja. Akháb találkozik illéssel, és azt mondja, rám találtál, rám találtál én ellenségem, rám találtam biza. Nem volt az ellensége. A legnagyobb áldást hozta, mert a kegyelem illésen keresztül ott volt Izraelen. De akár összetévesztett a legnagyobb ellenségével. És most szeretném felhívni a figyelmedet, hogy nézd meg azokat az embereket, akiket nehezen gondolsz, vagy mondanám ezt, hogy pikkelsz, vagy neheztesz. Nem-e azok a legjobb barátaid, ezt te közbellenségnek látod? De azt is néznek, hogy ki az, aki neked a nagy barátod. Hányszor hallom, Pásztor, figyelj ide! Van egy kollégám, te a Gyűliben nem láttam, ilyen becsületes ember. Tehát. Az az igazság, hogy a legbecsületesebb vagy akkor se jutsz a mennybe. Elmondom neked, becsületesen nem lehet a mennybe jutni. Csak kegyelem álltam. Izrael, mikor kijött Egyiptomból, nem azért, jött ki, mert becsületes volt, hanem mert a vér ott volt a házuk felem. Attól, hogy valaki becsületes, az, 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 azért becsületes, mert volt egy normális apja, aki jó nyakon vágta, amikor pofázott. És megtanított, megtanította az üzletből, nem lopunk, nem szedj, a csak azt szeded le, ami a tiéd, ha meg elvetted, visszaadod. Az nem a mi erényünk, hogy becsületesek vagyunk, hogy vagy úgy temeltek fel, hanem a szüleinkék. A nagyon jó valaki az, de akkor is annak is meg kell térni. Ne tévezd össze, a világi emberek neked nem a testvéreid, lehet, hogy barátaid, de nem a testvéreid. Sodoma nem a testvéred! Sőt, Lodnak volt egy alaptalan illúziója, és ez elárulja Lót. Összes problémájának a gyökereit. Azt mondja, hogy kimegyek én, és meggyőzöm. És kiállt, és tartott egy szónoklatot. Atyám, fiai, nem tehetitek meg ezt a gonoszt. Ne legyen illúziód. Nem tudod megváltoztatni te a sodomaiakat. A kegyelem tudja megváltoztatni. Isten tud megváltoztatni. Nekünk a jó hírt kell hirdetni, de embert mi nem tudunk jobbá tenni, vagy megváltoztatni. És nem a sodomát. És ha a minél közelebb vagyunk az elragadtatás pillanatához, pedig elég közel vagyunk már, annál inkább csak a természet feletti beavatkozás. És egy nap pöf, itt marad sodoma, és mi elhúzunk. Mind a lót kijött, ki, ki, ki ugyanúgy minket is. Ne legyen illúziód. Nem tudod megváltoztatni. Ne tartsd atyád fiai a te, hanem becsüld meg azokat az atyád fiait, mert mit mond Jézus, kik az ő atyafiai? Akik hallgatják, és megcselekszik az Istennek az akaratát. Azokat te atyád fiai Jézusnak. Nem tudom, ha neked Jézus atyád fia, akkor te is e szerint vállalt. akik hallgatják az ígét, és megcselekszik. Mondjad velem együtt, akik hallgatják, és megcselekszik. Ennyi. Aki nem hallgatja az ígét, és nem cselekszik meg a te ezt az igét, az nem a te atyád fia. Ha te atyád fia, akkor te nagy bajba vagy. És Harmadik nagy hiba, amit látunk Lótnál, és ez azért tudom, hogy most fog fájni németeknek, belement az üzletben. Mondták, hogy add ki a férfiakat. Azt mondja, nem. Van nekem két lányom, aki nem ismertek férfiat, szűzek, odaadom nektek. Hány keresztényt láttok, hogy a családját feláldozza a karrierért, a házasságát feláldozza a karrierért, a gyermekeit feláldozza a karrierért, drága barátaim, és különösen fia uraim, akiknek lánygyermeket adott az Isten, fia, még a verédnek is van, de lánya, az csak némeknek van. kicsit hazabeszéltem, de megbocsátod, négytől. Nem véletlenül a lánygyerekekről, mert ők jobban kivannak szolgáltatva a sodomának. De amikor csak dolgozol reggeltől 24-ből 24-et, lehet, hogy te a karrierednek az áldozatán nem vetted észre, de feláldozod a lányodat a, a sodomának. Ha te ahelyett, hogy sétálgass a gyermekeiddel, beszélgess velük, csak dolgozol, dolgozol, dolgozzal, dolgozol. Dolgozzal, dolgozzal. Lehet, hogy a hátasságodat áldoztat fel a sodomának. Nem azért élsz, hogy dolgozzál. Nem azért élsz, hogy csak kulizzál. Hát jön a behívó. Sokkal közelebb van, mint gondolnád. Szám ki. Körülbelül 35-40 ezer napod van a Földön. Jó esetben. Van, akinek csak 25 ezer. Csabó már leélte 26-ot. Kegyelem minden nap, nem arra kapjuk ezeket a napokat, hogy elá, el, el, elárulj a, a miért. a Nagyon rossz volt a prioritása Lótnak. Őrült rossz prioritása volt. Azt gondolta, hogy érdemes feláldozni a gyermekeit Sodomának. Nem érdemes. Tedd le az életedet Jézus Krisztusnak. És soha soha ne áldozd fel se a házasságodat, se az egészségedet, se a gyermekeidet, se a családodat. Az Isten neked ajándékba adta, nem azért adta, hogy sodomának feláldozod. Nem, nincs rászorulva az Isten kegy, eh, kegyelme és a kenete, nem attól marad kenet alatt, hogy feláldozott sodomának a családodat. Nem úgy jön az anyagi áldás, hogy 24-ből 26-od ne hagyj dolgozni kell, mert megvan írva, hogy aki nem akar dolgozni, az éhezzen. Szép szóval azt mondom, dögöljön meg éhen. Csak azért mondtam, hogy ha valaki alszik, akkor ébredjen fel. Ezt mondja a Biblia, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Ha valaki nem eszik, az meghal. Nem erről beszélek, de 99%-ban nem ez a ti problémátok. A probléma az, hogy sokszor túl sokat dolgoztok. Hidd el, mert van ideje a munkának, van ideje a pihenésnek. De az áldozat kire és mire áldozott az idődet? Akarod, hogy Isten áttörést hozzon? Akkor mondok egy titkot. Ez nekem segített, nektek is fog. Keressétek először Isten országát és az ő igazságát. És mind ezek megadatnak. Így jön a kegyelem az emberre, hogy dolgozni, dolgozik, dolgozik de főképpen keresse az urat. Jó reggel kerestek téged. Miért elmész dolgozni? Vedd a Bibliádat. Uram, szólj hozzám. Jön a te kegyelmed. És, és nézd meg, sokkal hamarabb, nagyobb kegyelem jön, már jön egy olyan SMS, valakit felidegesítettem, de elfelejtettem lekapcsolni a Drága barátaim, nagyon-nagyon nagy ajándékot kaptunk az úrtól az, hogy van kegyelem. De erre vigyázni kell. Nem arra való, hogy csak a, 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 a sodomának kiszolgáljuk. És nem úgy maradsz kegyelem alatt, hogy mindent feláldozók. Lót leányai, ki kellett volna megvédje. Lót! A te dolgod és az én felelősségem nem az, hogy kiszolgáljuk a családunkat az ellenségnek, hanem megvédjük. Ki kell megvédje, hanem a mi. Ez a mi dolgunk. Az, hogy küzdeni kell, hogy harcolni kell, értük? Igen. Böjtől most hallottam a tegnap egy nagyon jó történetet. Egy keresztény családban nőtt fel egy gyerek, de azt mondta, pünkösdiak voltak, mondta, ő nem érdeklődött a hívőség, ő megy egyenesen a virágba. Mondta, apám, megyek a tengerre, nyaralni megyek. Nem ennyi el most. Tudták, hogy két fele még járogatott Gyülibe is néha. Nem kell, azt mondja, elmegyek legalább, azt mondja, új, új káromkodásokat megtanulok, hogy mikor jövök vissza, már nem megy Gyüli is, nem kell semmi. Nem nagyon volt pénzük a zsőjének, összeszedtek minden pénzt, mondták, hogy nem kell semmi pénznekünk azt mondja, hogy maradtok? Azt mondja, hogy úgyis még te oda lesz, mi végig bőtölni fogunk, hogy ennél nem kell. Vidd el a pénzt. Az két szülő bőt ima végig. Harmadik napon oda elment be, vala, a tengerbe, de valami történt, elkapta a tenger, és bevitte szépen. Azt mondja, hogy már, már jól megittam itta, egy csomó sorsvizet, eszembe jutott, hogy néhány perc múlva nekem meg kell állni az Isten előtt. Vagy a mennybe leszek, vagy a pokolba. Egy szót kiáltottam, amikor a levegőhöz jutottam. Egyetlen egy szó, az aztán nem pénzért kiáltottam, nem azt mondtam, hogy több pénz. Nem azt kiáltottam, no több ház. Nem az egyet kiáltottam, segítség. És az anyám és az apám bőtei miatt az Isten oda küldött egy embert, aki meghallotta időbe. Bejött utána, az több mint két és fél méter volt a víz, lejött oda utána, melkapott, kivitt a szárazra, kiöntötték a vizet belőle, meg, meg és túlélte. Isten szolgál lett. Drága barátaim, van Istennek eszköze, de a mi dolgunk a bőt, az ima, a közbeni járás nem az, hogy kiszolgáljuk. A házasság óriási kincs. Nem magától lesz jó házasság. Az a helyzet egy módon lenne a házasságot tökéletes. Hogyha mennyből szállt volna le egy angyal, nem a fehér lovon, mert az megdöglött, hanem a, a mennyből leszállt volna neked egy angyal, és téged az Úr felakasztott volna, megölt volna, és a mennyből szálltál volna le, te is egy angyalként, akkor lenne tökéletes a házasságot. Másképp kegyelemre vagyunk utalva. De van az a kegyelem, mikor elküldte, úgy el tud tölteni kegyelemmel, kérlek szépen, hogy eddig, a jó házasságig eddig el kell legyél borolva. Azt jelenti, nem is látsz, nem is hallsz, nem kell mindent hamlani. Van, aki azt mondja, hogy jó házasság titka. Egy süket férfi, és egy néma nő. Szerintem nem. Be kell, hanem dugd be a vizet a, a kenetbe a fejedet, és úgy se semmit. Nem. De erről mindjárt, még ha lesz időn beszélünk, remélem lesz időnk. Nem ne gondold a, 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 azt, hogy kegyelem nélkül működik. A kegyelem működteti a házasságot. Nagy kegyelembe vagy, jó fej vagy. Lemegy a kenetről, olyan vagy, mint a apája, tengerparton csomó konzerves dolog, és békanyán látszik, és minden hülyeség. Veszekedő, vitatkozó, rosszféle, undorító, nyálasán válik az ember. Kenet alatt van úszkáz. Hát így is élni. ez az Isten akarata. Vegyed a kenetet, vegyed a kegyelmet, és, mi, és ha veletted levő hiányzik, mondja, hát, dágám, milyen nagy szerencsém van veled, remélem neked is velem. No, hogy kegyelem van. Megígérted, a tegnap megígérted, hogy menjünk sétálni. Nem akarsz menni, sétálni? Hogy hogy? Megígérted, Drága barátaim, az ígéretünk ellenére is rengeteget tévedünk és hibázunk. De ha csordultig van az Úr kegyelme benne, csordultig van a kegyelme a, a, a házastársadban, akkor tudod, mit, mit kap a házastársad? Nézzétek meg! Sajnos, hogy nem töltötték meg ezt a porokat, nem voltak uh, 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 elég figyelmesek, mikor töltötték a porokat, mások figyeltek oda, mert lehet, hogy kell a prédikáció Feltételezzük, hogy csodoltikon, kenettel ez a jobb jobbkezemben a férfi áldozásában, ez a nő. De valami oknál kifolyólag összekaptak. És összecsaptak. Mi fog kilocsanni belőlük? A víz. Azurágyam meg. Így segítenek el. A kegyelem! Ami van bennünk! Tudod, miért locsan ki? Harag, indulat, fájdalom, keserűség, egy-egy kocsanászkor? Mert az van benne? Víz, az rád Ezért kell személyesen mint ahogy Lót személyesen behívta az angyalokat, és a kegyelmet vette, ezért kell feltankolnod magad, hogy tudj adni kegyelmet. Mikor derül ez ki? Kocsonáskor. Nincs semmi baj. Jó, én Igen, ígéret szép, szó, megtartják, úgy jó. Még mit kell mondani, egy verset elmondok. Ennyi volt. Élhetsz úgy, hogy folyamatos kegyelmed, ön tud a kegyelmed, ön... Isten hátszó bocsátott meg neked, mióta megtértél. Tízszer már megbocsátott? Százszor? Ezerszer? Ki van itt a teremben olyan, akinek Isten már ezerszer megbocsátott valamit? Tudjátok, mit mond a Biblia? Legyetek azért ti tökéletesek, miképpen a ti mennyei atyátok, elengedvén egymásnak, amiképpen Isten elengedte nektek? Tehát nem úgy van, hogy figyelj, Istenem, mindent engedj el nekem. Köszönöm, hogy már ezer egyszer elengedted. Figyelj, de megígérted, hogy leviszed a szemeted. Megígérted. Nagyon fontos, hogy kegyelem közvetítők legyünk. Legyen rutinod, legyen természeted, legyen alap, Életformát, hogy meg lehet téged, lehet tőled kegyelmet kapni. Meg ő, például az is előfordult, két, nem is olyan rég valaki kérdezte, hogy ti soha nem veszekedtek? Nem, de nem az az igazság. Egy jó pár éve. Eldöntöttük, hogy soha többet nem fogunk veszekedni. Ennyi. Ez egy döntés kérdése. különbség van. Persze, napi renden is van, lehet. Ez nem probléma. Azért van az embernek a száj, megcsokolja a feleségét, puszi, ennyi, meg, még tovább. Adj kegyelmet, dönsd el, akármit is csinál a másik, egy hát a kegyelem. De miért? meg kegyelmi üzemmódba megyek. Mert ez törvényi üzemmódba is. Hibáztál, ide az ötven banit vissza, öt banit vissza, megy a mennybe a telefon. Ez olyan fukar, az öt banit is kéri vissza. Szárjátok a csapot neki el, húzzátok, mondja, húzza! Húzza! De hát így is lehet élni, hogy fúj a szét, és viszi a hajódat előről erőre, csodálatosan, úgy is, hogy húzza! Majd sélmet kapok! Ez a gyábáról téved, húzza! Jaj, mikor az vége? Jönj! De ősz, de hogy akarsz élni? Úgy, hogy fúj az Isten szele, visz előről erőre, győzelemre, győzelemre, csodálatosan, akkor állj be a szélbe, és te kegyelmes ember. Lót ilyen volt. mindaddig, amíg a, 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 a sorrendet nem cserélte fel. A legkegyetlenebbé vált Lót, aki kegyelmet kapott az angyaloktól azáltal, hogy bejöttek, de miután kilépett a házából, Sodoma legkegyetlenebb emberré vált meg. A saját gyermekeit odatta volna, hogy erőszakolják, mocskolják meg. Hát normális volt? Nem. Nem, mondjuk őszintén, nem volt normális. Nem normális dolog. Drága barátom, ha kilépsz a kegyelemből, egy olyan rossz félre tudsz lenni, mint so lót. Kegyetlenebb, mint apád és anyád együttvéve. Tudod, meddig vagy kegyelmes ember? Még benn vagy a házba, az angyalokkal, az úr jelenlétében. Tudsz mosolyogni, tudsz vidámkodni. Feleséget csinál, rátottál, annyi sotted tett bele, hogy a szomszédnak is elég lett volna meghalni. És akkor hogy reagálszál, hogy mindig direkt nekem kiszúrsz velem, hogy ahányszor így, vagy mondhatod, a drágám, a hanak jól élnek ma. Szemi baj, van látottam, van még tojás? Nincs, Az a vácsi neked, mit hozzon drága? Még csokoládét és egy virágot is hozol. Hát miért kell megvárni, hogy meghajjon valaki, hogy jó házas legyen? Attól mindenki jó, tudjátok. Most is láttam valakire meghalt. Egy élő példa. A héten találkoztam valakivel. Szitta az apját mind a bokrot. Tegnap látom meghalt. Az apja. És írja. Köszönöm, hogy ilyen nagyon jó apám voltál. Az a citta. De a meghalt, már jó. De mondok egy jót a tippet. Dözd el, hogy jó ember leszel, és akkor is máshoz, ha nem halt meg. Ne koporsa erre vigyed a virágokat majd, vágám, szerettelek. Nem biztos, hogy megköszöni. Lehet a mennybe meg, te néztem végig a temetésen, bőgtél tényleg. Értékelem. Fonyad világaidat az ura meg. Adtál volna száll szállal, ha korábban még élek. Drága barátaim, kegyelem addig marad rajtunk, amíg a házba vagyunk. Az Úr jelenlétében a kegyelemnek a forrása Isten. Mi csak csatornaként kapjuk, nem mi vagyunk a forrása. És tudod, miért kaptunk kegyelmet? Hogy adjunk kegyelmet. Mondjuk együtt, azért kaptam kegyelmet? Hogy adjak kegyelmet. Azt jelenti, hogy akár itt hibázik is a társad, vagy a munkatársad, vagy a keresztény testvéred, mint nekem mondták, és, Jöttem, hogy... és mi van, mondtam, mi van, tanulni kell még nekem ezt boldogan legyenni. de megtanultam, már nem fáj annyira. nézd a következménye a három rossz döntésnek? Rárohantak a férfira lótra, felette igen. Ezeket a hibákat elkövetjük a sodoma, nem, Ő akkor fogja kimutatni a fog a fehérjét. Ha a, a, házat elhagyjuk, ha rossz, a, rossz a, a, sorrendünk, és mi volt a harmadik? Ha áldozat, hogyha a... összetévesszük az Atyánféjét az ellenségekkel, és öcsodom van. Na de nem így fejeződik be a történet. Mielőtt éppen elsírnátok magatokat, hadd fordítsunk a történeten. Nézzétek meg, Isten angyalai közbeléptek, és ez a kegyelem. Annak ellenére, hogy elrontottuk a dolgokat, van kegyelem. Mondjad a szomszédodnak annak ellenére, hogy elrontottál a dolgokat, va, tudjad, hogy van kegyelem a számodra. Van kegyelem a számodra. Isten kegyelmet tartogat a számodra. Csodálatos. Nem azt mondták, hogy lód, ilyen, ilyen pofátlan vagy, hogy ilyen rossz vagy. ne, mikor látták, hogy nagy bajban van lód, kinyúltak, és ma is az úr átszegzett keze utána gyúr, hogy kiemeljen a lesültött állapotból, kiemeljen a problémákból, és helyreállítson bennünket. Dicsőség az úrnak! Nézd meg! Az első dolog, amit csináltak, visszahozták a házba, és szeretném üzeni nektek, akik interneten néztek engem, Régóta lógtok a gyűliből már. Lehet, hogy hónapok óta nem tetted be a lábadat. Lehet, hogy messze jársz az úrházától, de az, angyalai, az úrnak az angyali be fognak hozni. Egy nap te is vissza fogsz ülni a helyedre, mert itt van a profécia. És bevonták lótot magukhoz a házban. Nem mondjál ne mondjál le azokról, akik messze vannak. Egy nap ők is itt lesznek. Bicsőség az úrnak! Igen, akik még távol vannak, elkalottak, megsérültek, eltévedtek, az úr angyalai, az ő keze nem rövidült meg, és vonja, és vonja, és vonja. Téged is ő vonzott, minket is ő vonz, és az elkalodott lótokat is behozzák. Még egy nagyon fontos igazságot olvasunk itt. Miután behozták a házba, bezárták az ajtót. De a barátaim, az ajtó az a döntésünk. Nagy kérdés. Lót tudjátok hozzáta be az ajtót? Maga mögött. Az angyalok hozzáták be az ajtót? Sodoma előtt. Nem mindegy, hogy hol be az ajtót. Be a világgal vagy bezárva egy helyre, vagy a világot kizártad. Zárt ki a világot az életedből. Sámsonnak az volt a nagy problémája, hogy nem zárta ki a paráznosságot az életéből. Ha ideges volt, megsértették, mindjárt futott egy nőhöz, és egy kaland belejött. De az történt a végén, hogy vakon, kopaszon, keret nélkül meghalt. Nem ez a te jövőd. Zárd be az életedet, zárd be a szívedet sodoma előtt. Tudjátok, hogy mit mondott Isten? Vigyázz! mert a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyodással. De te uralkodjál. Más szóval, zárd be az ajtódat. Mondja el a szomszédodnak, rád is az ördög leselkedik, de zárd be az ajtót. Tudjátok, hogy milyen bűn támadta meg Kaint? Őt nem a paráznosság. A csüggedés, és a harag, a neheztelés. Hány keresztény zárta ki magát a kegyelemből, mert haragszik? Ő, mint mind Jónás! Miért haragsz a Jónás? Én az a halálomig! Meg is hal. Ne legyen baj. Olvasom még egy kicsit, végig a történetnek. Drága barátaim, addig érsz, míg kegyelem alatt vagy. Az érzelmi bűnök pont olyan károsak, mert el, azzal kezdődött a harag. Nem haragol a Jó, olyan mal. Van, van aki beszélgetni, hogy nem haragol. Nem de lehet alni. jó, Istenem. A harag, a neheztelés nem zárt, kellett volna neki kizárni az életéből. Az érzelmi bűnök pont olyan csúnyák, mint a testi bűnök. Az, hogy én tiszta vagyok, én nem, amit megmondok, kérlek szépen, az meg van mondva, hogy én becsületes, magyar, RMDS tag vagyok, minden vagy, lehet, az urágya meg lelkem, semmi baj. De, ha sértődékeim vagy, ha neheztesz emberekre, Kaini útot járt, és megvan írva a Bibliában, hogy ne jár a Kainnak az útját. Kain útját választották. Tudjátok, hogy az Isten szándékosan megenged embereket, hogy megsértsenek a gyülekezetbe? Mégis hol sértették meg Kaint? Nem kapálni voltak a mezőn, hanem amikor áldozatot hoztak az Úr jelenlétébe, ott kapott, sértődött meg Áberre, és ott keseredett el. Igen, a gyülekezet az egy, kiképzőtábor is, nem csak kórház, hanem le is tesztelnek, hogy állsz az érzelmeiddel. Az érzelmeid uralkodnak rajtad, vagy te uralkodsz az érzelmeidet? Mert azt mondja a Biblia, hogy megfeszítvén az ó embert. ha meg van feszítve az óember, ember, nem vagyunk sértődékenyek. Az, az ember az nagyon sértődékeny, olyan, mint a hímes tojás. Ha már nem dicsérik, meg van sértődve. És Kain nem zárta be az ajtót. És nagyon jól lehet járni Gyülibe úgy, hogy megsértődik az ember. Mi van? Semmi. Hálalúja, ezt már hallottuk. Most miért kell ismételni megint? Hálalúja, ez már annyit mondta ezt a prédikációt, na a unom. Jaj, van meleg, van nincs levegő, ki kell menjek levegő. De van, aki kell, például jár a gyülekezetben, és egy összevetelen fél óránként kell egyen, így gondolom, otthon is ezt csinálja. Nem tudom, pelenkázol magát amúgy. Gondolkozz el, normális. Termész egy komoly munkahelyre, és kimész egy órában háromszor a vécére, meg, vagy veszel be pasztinát, vagy nyomás haza. Hát normális gyülekelbe kell egyek, kell így fél óránként. Hát akkor hozzá egy, mint a biciliseknek, van olyan hátizsák, hogy feltezed a hátadra, van benne egy víztartály. És egy csövet ide beteszel, és egy prédikálok, mikor mondod, hallalújak, megszívod. Hallalújak, bírod. De hogy? De nem látod, hogy szórakozik az ördög veled? A sértődött ember mit csinál? Keresi, hogy miért kell kimenni. Én is voltam, ilyen nem kell nekem tanítsad, én már ezen, végigmentem, ezen végig mentem, mert már ezen túl vagyunk. Egyszer nem kap levegőt, egyszer kell menjen a vécé, egyszer kell menjen, egyszer kell igyon, egyszer kell legyen. És a félgyűlit átjárta, pont mikor nekik szólt az üzlet, mindig kim volt. Ne engedd, hogy a sértődékenység vezessen akkor az Isten fiai azok megfeszítették a, a, testet indulataival, az indulat és a kívánságot. Ez az útja. És jön egy-egy. Penina, és tesztel. Megöldökölted? Egy halottat mi nyomhatod, de hülye vagy te. de ocs, már büdös vagy ember. Ja, de puh, Láttam olyan halottat, hogy jöttek a csókák, nem csóka volt, de csóka jött. Csóka. Varjú, varjú. És rendesen csipegette. Az meg itt a gyülibe. Keresztény volt. Csak kicsit elhúzódott a temetés, melyekbe be, el kellett, kellett zavarjam a halottól, láttam, csipegették már. Jó étvágyjal. Jából undorító, de ez az igazság, hogy annyi, hogy aki megúszza a várjakat, az csak a nyüveg eszik meg. De nincs semmi baj, valamelyik meg. Ezért kell új teremtésben élni. És ne a testedet, ne hagyja a testednek, nem kell izzadni az új embert. Persze nem szeretünk erre gondolni, mert minket az úr vagy úgy elragad, mint én okot. Lehet. De lehet, hogy nem. De ha új emberbe vagy, akkor, akkor jó étvágyabít, lesz, jó lesz. Ezt minden elkerülhetetlen. hogy soványabbak lennék egy kicsit. Drága testvéreim, nem engedhetjük meg magunknak, hogy az új ember hízzon. Megsértettek, azt jelenti, hogy ott az új ember még le akar szállni a keresztről. Menj oda vissza, az unádja meg. Nyomjál be egyet, ő neki zárd be az ajtódat, amit kai nem zárd be, a harag, a neheztelés és a csüggedés volt. És mi lett a Nagyon nagy dráma. És mikor, nézzétek meg, hogy a kegyelem mikor működött újra Lót életébe, amikor visszajött az egyházba. Ez a ház az egyház képvé. A kegyelem akkor működik az életeden, ha beépülsz és ben marad, és még az ajtódat is bezárod. Az ícséretet kérem szépen, hogy jöjjön fel. Eutikusan meddig maradt a kegyelem alatt? Amíg ben volt a házban? De amikor állt nézett kifele, friss levegőhöz, amikor kiesett, nem volt kegyelem alatt. Addig, ma, vagy kegyelem alatt, amíg az Úr jelenlétében vagyunk. Kérlek, hogy álljatok fel. Remélem, nem untattalak, mert annyira nem romlott el az étájatok, hogy. Ne, ne tudtátok volna, de gondolom és bízom abban, hogy a lényeget megértettétek. Ne a testet ház, tápáljuk, hanem az új embert. Ámen? Hányatok számára volt aktuális az üzenetből valami legalább? Akkor már nem hiába kiabáltam, akkor mondjuk közösen. Menjél, atyám! Hálákat adunk neked, hogy Jézus Krisztusban elküldett számunkra a kegyelmet és az igazságot. Én pedig kérlek téged, jöjj, jöjj az én szívembe, jöjj a kegyelem, töltsd be az én egész lényemet, és bocsánatot kérek. Minden olyan cselekedetemért, minden olyan viselkedésemért, minden olyan mondatomért, ami nem kegyelmet, hanem kegyetlenséget továbbítottam. De megtérek belőle, Uram. Tisztíts meg, és tégy engem is, a kegyelem csatornájában. Hadd folyó rajtam keresztül is a te kegyelmed. Kérlek, Uram, növeld a te kegyelmedet rajtam, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségem legyen. Bocsánatot kérek, Uram, sokszor felcseréltem a sorrendet, családomat, házasságomat, gyermekeimet elanyagoltam, de megtérek ezekből is, Uram és számomra elfogadom a szent prioritást. Keresem először Isten országát és az ő igazságát. És hiszem azt, hogy eláraszt a te kegyelmed, növeld a te kegyelmedet, addig pedig elhordozom őket úgy, ahogy vannak. Jézus nevében. Amen. Amen. Dicsérjük az Urat.